A téma, amiről beszélni fogok, ahogy elhangzott, ez a magfúziós energiatermelés. Én 30 éve dolgozom ezen a témán, akkor azt mondták, hogy 30 év múlva fúziós energiát fogunk termelni. Most is nagyjából ezt mondjuk, majd közben beszélek róla, hogy állunk ebben a dologgal. Hát Magyarországon ilyen, ha csak a villamos energiatermelést akarnánk napból megoldani, akkor valahol az ilyen 50-100 négyzetméter per fő körüli felületek kellenének. Ez nem a nagyon sok, legalábbis az én családomban nem esik egy főre ennyi a lakásban, nem beszél valahogy fölöttünk is laknak még egy páron a házban. A költség viszonylag magas, nem mondom, hogy teljesen reménytelen, de azért ma egy ilyen berendezés olyan 3 millió forint per fő körül lenne. Az egész az, hogy az egész emberi történelem arról szólt, hogy a természettől valamilyen függetlenítsük magunkat, és hogy most próbáljuk magunkat megint kiegyensúlyozni a természetet pont a napi szinten. Tehát én azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy a megújuló források valaha is pár 10%-nál többet járuljanak hozzá az energiaszükséglet fedezéséhez, bár nyilván ezek fontos hozzájárulások lesznek, tehát ezt nem lehet elhanyagolni. Ezzel szemben nukleáris átalakulásnál az atommagnak az energiát használjuk ki. Ugye 6 nagyságrenddel legalább nagyobb az energiasűrűség, tehát 1 gram per fő per év az, amit termelünk anyagot, tehát egészen máshol vagyunk ki. Le tudom tenni ide az asztal, amit egész életem során termeltem szemetet. Tehát mindenképpen szerintem a nukleáris energetikának jelentős hatása kell, hogy legyen a hosszú távon, még akkor is, ha ma nincs mindenhol ez így elgondolva. Ugye ez a görbe már régóta ismert, ez az atommag egy összetevőjére, tehát egy protonra vagy neutronra jutó kötési energia az atommagnak a tömegszáma, tehát az összetevőjének a száma függvényében. Ezt már felállították jó régen ezt a görbét, és ugye két ágát lehet kihasználni az energiatermelésre. Az egyik, amit ma is használnak, hogy az urán, nagyobb urán atomokat elhasogatjuk, és csinálunk belőle kisebb atomokat, és akkor erősebben kötött állapotba kerül az atommag, és ezt az energiát meg lehet nyerni. A másik lehetőség, hogy könnyebb atomokat egyesítünk, és ebben nyerünk ugyanúgy energiát, akár még nagyobbat is egy nukleonolás szinten. Ezt hívják ugye fúziós energiatermelésnek, hogy egyesítjük a magokat. Egy fúziós reakcióban ugye valahogyan össze kell hoznunk azokat az atommagokat, amiket össze akarunk egyesíteni, és mivel az atommagok taszítják egymást, ezért ennek ehhez, hogy közel kerüljenek egymáshoz, meglehetős energiát kell befektetni. Tehát a fúziós reakció nem megy magától. A legjobb reakció, amit ki lehetne használni, ez a deutérium plusz trícium, keletkezik belőle egy hélium atommag, egy hélium 4, amit alfa részecskének is hívnak, és keletkezik benne egy neutron. Úgyhogy ez nagyon kellemesnek tűnik. A probléma csak az, hogy ugye megfelelő feltételei vannak, hogy megvalósítható legyen ez. És úgy lehet megoldani, hogyha nem gyorsítóval gyorsítjuk az atomokat, hanem a termikus mozgásuk már olyan gyors, ami kell a reakcióhoz. És a termikus mozgásuk akkor lesz olyan gyors, hogy a reakció menjen, amikor 100 millió Kelvin fokon van ez a közeg, de ezt a hőmérsékletet kell elérni a fúziós reaktornak a működéséhez. És itt vannak ugye a problémák, mert hát ezen a hőmérsékleten a részecskéknek a mozgási energiája az legalább 100-szor vagy 1000-szer magasabb, mint az atommag körül az elektronoknak a kötési energiája. Tehát ha ezek összeütköznek egy gázban ilyen gyorsan mozgó atomok, akkor biztos, hogy leszakadnak az elektronok, és egy ilyen leves lesz, amiben elektronok és atommagok vannak. Ezt hívjuk plazmának. De nagyon trükkös anyag, de az, hogy töltött részecskék vannak benne, azt mutatja, hogy valószínűleg mágneses terekkel talán össze lehet tartani egy ilyen plazmát, és mégiscsak egy ilyen 100 millió fokos hőmérsékletű közeget lehetne egyben tartani. Tehát ez egy kiváló berendezés lenne, ha tudnánk így összetartani a mágneses térrel a forró plazmát. Hát, ahogy mondtam, a tokamok lett a legfelettebb berendezés, és ez a 60-as évek óta működik így. 1960 környékén találták ki a Szovjetunióban a tokamok berendezést. És akkor beszéljünk arról, hogy hol tartunk és hogyan megyünk tovább. Ugye az volt, hogy 30 évvel ezelőtt, 30 év múlva megcsinálják a fúziós reaktort, ami most van. De most nyilván nincs fúziós reaktorunk még. Tovább lépni már csak úgy lehetne, ha egy olyan berendezés volna, amely már majdnem egy reaktor, de mégiscsak lehet rajta a fizikai kísérleteket is csinálni, hogy ezeket a meg nem értett kérdéseket megpróbáljuk megnézni. Ez egy ITER nevű berendezés. Így nézne ki az ITER kísérlet, amelyik egyébként ma már ott tart, hogy a beton alapja már megvan. És akkor igazából ebben a szlájddal zárnám az előadást. A világ legnagyobb berendezésén rajta vagyunk Kínától, Koreáig, európai berendezésektől. És tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy most mondjuk Münchentől keletre a legnagyobb részvevői vagyunk az ITER berendezés építésének.